Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai adásunkban elkalauzolom Önöket a József Attila Múzeumba, majd a könyvtárba, ezt követően pedig az Espersit házba látogatunk el. Szerintem most is érdemes lesz velünk tartaniuk. Már is kezdünk! Utunk első állomása József Attila Múzeumba vezetett, ahol Szikszai Zsuzsannát kérdezem arról, hogy a kormányrendelet értelmében az elmúlt időszakban a múzeumnak az ajtaja zárva volt. De valójában az élet is megállt? Nem, természetesen nem. Folyamatos munkálatokat végeztünk, mint szakmailag, mint pedig az épületen karbantartottunk, felújítottunk, messzeltünk, tisztítottunk, takarítottunk. Úgyhogy az elmúlt időszak egy nagyon-nagyon aktív időszakot zárhatunk magunk mögött, ám bár nagyon-nagyon vártuk, hogy megnyithassunk, nagyon hiányoztak a látogatók, nagyon hiányzott az a közvetlen kontaktus, amikor egy-egy látogatóval, vagy egy-egy előadás során, vagy kiállítás során tudunk beszélgetni a vendégeinkkel, a makóiakkal, az ide látogatókkal. Hát most már ez szabad, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit az épületeinkbe, mind a könyvtárba, mind a múzeumba, és hát természetesen a szabályok betartása mellett. Mindenképpen védettségigazolványa lehet belépni hozzánk is. Sajnos ettől nem tudunk eltekinteni, hiszen ez kormányrendelet írja elő. A 18 év alattiakat pedig, ugye ők még nem kaptak védettséget, felnőtt kíséretével tudjuk beengedni, olyan felnőtt kíséretében, akinek már van védettségigazolványa. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk, a magunk és egymás egészségének védelmében ezeket a szabályokat be kell tartani. Igazából nem akarunk senkit sem kizárni a múzeumból, de a látogatóinkat is kell ezáltal a szabályok által védeni. Én mindenkit arra buzdítok, hogy oltakozzon, és a védettséget szerezze meg, és hát nem csak akkor múzeumban, hanem más kulturális intézményben is el tud látogatni. A nyitvatartásunk most már a nyári nyitvatartásban üzemelünk, vagyunk nyitva, 2-től vasárnapig, délelőtt 10 órától 17 óráig várjuk a látogatókat, de aki véletlenül később ér ide, nyugodtan hívja fel a megadott, a honlapunkon megadott telefonszámot, mert mindig egyedi kérésekre is ki tudjuk nyitni az épületet nyitvatartási időn kívül. Nagyon-nagyon várjuk a látogatókat, nagyon szeretjük megmutatni az értékeinket, például a küzdelmes évszázadok állandó kiállításunkat, de ugyanígy nagyon szeretünk büszkélkedni a skanzenünk épületeivel, kiállításaival, illetve az Espersit ház irodalmi kiállításával. Mindenkit arra buzdítok, jöjjön Makóra és nézze meg a múzeumot. Nagyon magával ragadó a küzdelmes évszázadok állandó kiállításotok, ezért ejtsünk is szót erről. Ha valaki ide ellátogat, mi mindent láthat, csodálhat meg? Igen. Hát nem a városban élő látogatóink mindig megdöbbenve veszik észre, hogy ez egy kicsi város, és ilyen nagy gyűjteménnyel, illetve fantasztikus kiállításokkal várja a látogatókat. Az elődeimet dicséri ez a munka, mert ez a kiállítás 2008-ban jött létre, egy Alfa program támogatásából, és három nagy része van, és hát tulajdonképpen az újjátelepítésünktől, 1699-es évektől mutatja be a városunk történetét a rendszerváltásig. Ez 2008-ban ez egy nagyon nagy újdonság volt, hogy már a rendszerváltás, ugye 30 éve történt, a 90-es éveket is bemutatta. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon új szellemű és új szellemiséget sugalló kiállítás. Három részből áll, egy nagy képtárunk van, ugye az egykori Csanád és Torontál vármegye ősgalériájának a festményeit láthatják, amiben Barabás Miklós, Székely Bertalan festmények láthatók, illetve egy részük, mert a másik részük a megyeházán, a díszteremben látható, amit külön kérésre kinyitunk, illetve hátárlatot tudunk ott vezetni. A másik része kronológiai sorrendben, kronológiában, történeti vonalban mutatja be a városunk történetét, jeles személyiségeit, jeles eseményeit, híres szülötteit, illetve azokat az épületeket,
amik emblematikussá váltak, és nagyon meghatározzák mondjuk egy-egy városrésznek, vagy a város arculatát. Tehát ugye Galambot tudnám kiemelni, Pulitzer Józsefet, de a návaiak itt vannak, nem csak Návai Lajos, hanem Návai Tamás, Dobsa Lajos, de itt vannak a reformátusok, itt vannak a katolikusok, itt van a zsidófertály, ugye a híres Kis Jeruzsálem is bemutatásra kerül, illetve hát haladva tovább a világháborúk eseményei, áldozatai, 56-os forradalom, illetve hát a 60-as, 70-es évek építkezése, illetve a zárja, a rendszerváltás első szabadon választott polgármesterei, illetve képviselőtestületei. A harmadik részben pedig egy nagy három nagy enteriőr és egy piaci látványtér fogadja a látogatókat. Ugye a Makóváros piaca egykoron a főtéren volt megtartva, és hát ez pontosan meg volt határozva, hogy ki hol árulhatott. Nem találomra tehették ki a portékáikat, ez meghatározott rendben, és meghatározott, és nagyon, nagyon szimbolikus, és nagyon jellegzetes figurái voltak. A három másik enteriőr, ami az én nagy kedvencem, ugye egy paraszti, egy polgári és egy főúri enteriőr, amiben nagyon izgalmas személyiségeket láthatunk. Ugye a polgáriban Espersit János jelenik meg a lányával, a híres Cacával, József Attilával, de a festményeken megjelenik Vén Emil, Endre Béla, Rudnai Gyula, Barcsai Jenő, akkor induló festői, akikről tudjuk, hogy később mekkorákká váltak, és hát természetesen József Attila, akiről nem oly régen emlékeztünk meg, nem rég volt a születésnapja. A főúriban tulajdonképpen a návai szalont mutatjuk be, amelyben Damjanics bútorokkal tudunk büszkélkedni. Nagyon fontos számunkra, ugye a návai család, a Damjanics családdal barátságban volt, illetve hát Damjanics oldalán harcolt nagyon sokat Návai Tamás, és hát a forradalom leverése után Damjanics meghagyja az özvegyének, hogy Földákra jöjjön lakni, és hát Csernovics Emíliát láthatjuk a gyászruhájában, ugye tudjuk, hogy egész életében gyászolta a férjét, és hát azt is tudjuk, hogy nem csak Földákon lakott, hanem majd később 5 évig Makón élt, és hát a makóiak támogatták. És a harmadik enteriőrünk pedig egy tiszta szoba, egy paraszti tiszta szoba, ami Apátfalváról való. Ugye Apátfalva itt a környékünkben őrizte meg legtovább a szokásait, hagyományait, viseletét, zenéjét. Talán még azt is lehet mondani, hogy most reneszánszát éli, mert hát tudjuk, hogy hagyományőrző csoport van, a ruhákat újból varratják, nagy ünnepekre a templomba fölveszik. Tehát ez, én azt gondolom, hogy nem hamvadt el, nem vetkőzte ki teljesen, hanem ott vannak a ládafiában ezek a dolgok, és egy tiszta szobát láthatunk, amiben a festett bútorok, a tükrös szent képek láthatók, ez is oly jellegzetes Apátfalvára, illetve hát azt látjuk, a fehér hímzések megjelennek, ugye erről is nagyon híres a vidékünk, nem csak Apátfalva, és ez egy 20. század elejé, 19. század végi enteriőr, mert már a festett ládát, a mennyasszonyi ládát felváltja a sublót, és ebből már azt következtetjük, hogy ez már a későbbi korok lakberendezését mutatja Apátfalván. Miután megtekintettük az állandó kiállítást, akkor a múzeumból rögtön a skanzenbe tudunk menni. Egy nagyon szép skanzenetek van. Arról mit lehet tudni? Igen. Erről is a látogatók csak a honlapunkról tudnak értesülni. Ugye sajnos a nevünkben nem szerepel, hogy József Attila Múzeum és Skanzen és Espersit Ház. Skanzen szabadtéri néprajzi kiállítás. Nem oly nagy, mint mondjuk a Szentendrei szabadtéri néprajzi skanzen, de ez is skanzen, mert hogy szabadtéren és olyan épületeket mutat be, olyan műhelyeket, ami a mi vidékünkre jellemző. És hát
kis skanzen vagy nagy skanzen, mindegy, de ez általában egyébként nagyon, nagyon szeretik a látogatók, és hát mindig csodálkoznak, mert hogy nem mindenki tud róla, hát ezen majd még mi is dolgozunk, de például a nevünkből ezt nem lehet következtetni. Ugye ezt is az elődeink indították el, ennek a skanzennek a megépítését. Az Espersit ház 79-ben nyílik, majd 80-ban a skanzen épületei, a putri, a műhelyek, a hagymásház, és hát később bővül a asztalos műhelyek, illetve 2 évvel ezelőtt mi kibővítettük ugye a nagy gabonás tárlókkal, a kotárkával, a deszkás hambárral, illetve hát a 3. szántalpas gabonáskassal, és hát a putrit pedig megtöltöttük élettel, mert eddig a putri üresen állt, csak magát az épületet, mint építészeti típust mutatta be, és 2 évvel ezelőtt mi szerettük, illetve az volt az elgondolásunk, töltsük meg élettel. Ne csak arra hagyatkozzunk, hogy majd elképzeli a látogató, hogy hogyan élhettek ebben a kis épületben, hanem mutassuk be, rendezzük be használati tárgyakkal, bútorokkal. Én azt gondolom, hogy ez egyik legizgalmasabb terünk most, mindentől függetlenül, mert hogy nem a 19. századot mutatja, hanem a 20. századot, talán még az én korosztályomnak a gyerekkorát is idézi, hogy a nagyszüleinknél hasonló használati tárgyak voltak, használati eszközök. Ezek az eszközök már nem feltétlenül mondjuk a fazekasok által készített cserépedények, hanem itt már megjelenik a fémből, a bádokból készült kanta, a bádokkanál, az alumínium kanál, a szűrők is már nem feltétlenül cseréből vannak. Tehát látjuk az átmenetet, itt látunk egy tiszta szobát, vagy éppen apátfalvi lakószobában látjuk, hogy a 19. században hogy élhettek, de ez már bemutatja, hogy egy város széli, makóváros széli, kisebb földterületen rendelkező hagymás paraszt hogyan is élt. Tisztes szegénységben. Igazából mindenük megvolt, maguk építették ezt a házat, és ezeket a házakat még a 70-es években láthattuk, dokumentálhatták az elődeink, fotózhatták, tehát tulajdonképpen velünk élő történelem, hogy a nagyszüleink vagy a szüleink milyen körülmények között nőttek fel, és felnőttek, nem volt áram, nem volt semmiféle, se rádió, se tévé, semmiféle kütyű, és mégis emberré váltak. Ez manapság mondjuk a fiatalabb korosztálynak ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Mi is nagyon várjuk, hogy akkor így találkozhassunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Innen a Modern Tudás Központból jelentkezünk, és Galamb Katalint kérdezem az elmúlt időszakról, hiszen nagyon változatos volt a szolgáltatások kínálatában, illetve a nyitvatartásban is. Milyen időszakot tudhattok magatok mögött? Az elmúlt fél év valóban sok érdekességet hozott a könyvtár életében, hiszen november 11-től be kellett zárni az épület kapuit, és ezt követően az épületen kívüli kölcsönző pontról tudtunk szolgáltatni olvasóinknak. Az év elején ugyanezzel a szolgáltatással indultunk, és márciusban az épületen kívüli kölcsönzéssel szintén újra le kellett állni. Ekkor az olvasóink nem jutottak hozzá, úgymond egy rövid ideig a könyvekhez. Április 12-től indult el újra az épületen kívüli kölcsönzés. Ez az időszak minden tekintetben próbára tett bennünket, leginkább abban, hogy az olvasóinkkal hogyan tudjuk a kapcsolatot fenntartani, és hogyan tudjuk az olvasást népszerűsíteni. Ehhez az online teret kezdtük használni, különböző akciókkal, rendezvényekkel, felhívásokkal fordultunk az olvasóink felé, és többek között már az év végén, ugye decemberben az ünnepek kapcsán gyerekeket, családokat szólítottunk meg, rajzpályázatot indítottunk, aztán
Az év elején a Magyar Kultúra Napja alkalmából szerveztünk eseményeket, illetőleg az Agygubancoló címmel rejtvényfejtőknek indítottunk 4 fordulóban egy programsorozatot, és a rejtvényeket az épületen kívüli kölcsönzők is megkapták, tehát ők is bekapcsolódhattak ebbe a folyamatba. Azt követően a Beporzók napja volt, ami jelentősebb eseményünk volt. Beporzók napja alkalmából is a Nem szeretem rovarokkal ismerkedhettek meg, a gyerekek, felnőttek, kirakósokat és könyveket ajánlottunk számukra, illetőleg legutóbb pedig a Magyar Költészet napja alkalmából volt virágirodalmi kvízünk az online térben, ami, hogy csak a legjelentősebb eseményt mondjam, és természetesen folyamatosan ajánlottuk olvasmányokat azoknak, akik igénybe vették az épületen kívüli kölcsönzést. Az épületen kívülről gyakorlatilag az elmúlt időszakban több mint 2500 alkalommal történt kölcsönzés, és 11 000 olvasmányt, könyvet vittek el az olvasóink, amelyeket természetesen a járványügyi szabályok betartásával tudtunk a kezükbe adni, és ezt követően az ózongenerátorral kerültek feltöltlenítésre. A zárvatartás időszaka alatt, most márciusban sem tétlenkedett a könyvtáros csapat, mert hozzáfogtunk az állomány ellenőrzéshez, a teljes körű állomány ellenőrzéshez, ami azt jelentette, hogy a teljes állományt átvizsgáltuk és rendszereztük, tehát most, amikor újra megnyitottunk, az olvasóink egy rendezett, rendszerezett, újból felfrissült állománnyal találkozhatnak a polcokon. A kormányrendelet lehetővé tette, hogy május 3-án megnyithattátok a kapuitokat, de mégis milyen szolgáltatások nyíltak meg ezáltal a betérő olvasóknak? Mit lehet tudni, milyen szabályokat kell, hogy betartsanak? A József Attila Városi Könyvtár a fenntartó engedélyével május 3-án hétfőn a megszokott rendben a hétfői nyitvatartásnak megfelelően nyitott ki délután 1 órakor, és ezt követően is a megszokott nyitvatartási időben fogunk üzemelni, ami azt jelenti, hogy hétfőn és csütörtökön 1 órától 6 óráig, és kedden, szerdán, pénteken pedig 9-től 5 óráig, szombaton 9-től 5 óráig leszünk nyitva. A szolgáltatásaink teljes körűek, amibe a könyvkölcsönzés, a helyben az újságolvasás, akkor a hangos könyvtár használata, a közhasznú információs szolgáltatást vehetik igénybe, internet használatot, wifi használatot, tehát be lehet térni, és a korábbi módon a megszokott tevékenységeket lehet itt folytatni, illetőleg igénybe lehet venni a könyvtárosok segítségét, akár reprográfiai szolgáltatásban, akár irodalomkutatásban, helyismereti kutatásban is. Ezen kívül a gyűjteményünk az, ami a szolgáltatásunknak a középpontjában áll továbbra is. Az elmúlt időszakban csak november 11-e óta 900 új
könyvet sikerült beszereznünk. Ez is volt az alapja annak, hogy az épületen kívüli kölcsönzést tudtuk vinni, illetőleg, hogy a szolgáltatásunkat ennyien igénybe vették. Az új könyveink jó része az elmúlt negyed év során került beszerzésre, de az idén is már 230 könyvet vásároltunk, ennek egy része feldolgozás alatt van. Természetesen itt a zárt ajtók mögött a leltározás mellett ezeknek a könyveknek a feldolgozása is folyamatban volt, vagy lesz, és az új megfrissült állománnyal várjuk most a nyitáskor az olvasóinkat. Meg természetesen programokkal is, hiszen ilyenkor májusban mi a könyvtár a könyvtár átadásának évfordulójára készülődünk, ami most a második évforduló lesz, tavaly is megünnepeltük, akkor is zárt ajtók mögött a téren a járókelőknek egy kis emlékezésre vagy ünneplésre adtunk lehetőséget, és az idén is még azt tervezzük a járványügyi szabályok miatt, hogy kinn a téren fogunk programokat biztosítani, és a könyvtárat és a könyvtár szolgáltatásait népszerűsíteni. Az épületben csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, amelyet a kollégánk ellenőriz annak érvényességét, és hogy személyre szól-e. Pont emiatt a könyvtárnak a bejárata, a forgóajtó az nem üzemel, hanem oldalajtón tudnak olvasóink betérni a könyvtárba. Az ellenőrzést követően pedig, aki védett, annak nem kell maszkot viselnie a könyvtárban. Mindenki a saját biztonsága érdekében eldönti, hogy hogyan szeretne itt időt eltölteni. Mi ajánljuk a kézfertőtlenítést, illetőleg a belépéskor testhőmérsékletet is mérnek. 18 év alattiak, azok védett személy felügyeletével használhatják a könyvtár szolgáltatásait, és a járványügyi szabályoknak megfelelően nekik maszkot kell viselni, és fokozottan ajánlott a kézfertőtlenítés, hiszen szabadon tudnak válogatni a könyveink közül, és továbbra is fenn fogjuk tartani az ózonos fertőtlenítést a visszahozott könyvek tekintetében. Említetted, hogy a május az ünneplés hónapja, hiszen már közel 2 éve vagytok ebben a megújult, gyönyörű, szép új intézményben, épületben. A jövőbe tekintve milyen tervekkel, programokkal készültök, így sajnos a járványhelyzetre való tekintettel, vagy az állomány bővítés tekintetében? Igazándiból a gyűjteménynek a fejlesztése az folyamatos. Szerencsére, illetőleg hát a fenntartónak köszönhetően a költségvetés az állomány fejlesztésre biztosított, így folyamatosan tudunk új könyveket nyújtani olvasóinknak, és ezen belül igyekszünk egyes rétegeket külön is kiszolgálni. Korábban is, illetőleg amióta itt az új épületben vagyunk, odafigyelünk a fiataloknak az olvasmány igényeire. Az elmúlt év végén már ugye beszereztünk nekik képregény műfajban egy alap gyűjteményt, illetőleg folyamatosan fogjuk ezt bővíteni, hogy minél inkább a könyvtárba csábítsuk őket. Ezen kívül természetesen korábban is széles nyomtatott sajtó kínálatot tudtunk az újságolvasóknak biztosítani, ez most is megvan, ugyanúgy, illetőleg újdonságként mondhatom, hogy online folyóirat olvasó is
indulni fog, mert a könyvtár előfizetett egy online folyóirat csomagra, így azok is, akik inkább a digitális környezetben érzik otthonosan magukat, tudnak böngészni a folyóiratok közül. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket, és reméljük, hogy minél többször fogunk majd találkozni a rendezvények és a különféle újdonságok beszámolása kapcsán. Sok szeretettel várjuk olvasóinkat, látogatóinkat, és örülni fogunk, hogy személyesen találkozunk. Utunk utolsó állomása ide az Espersit házba vezetett. Rögtön fordulok Szikszai Zsuzsannához, és kérdezem, hogy kiről kapta nevét a Makónak jelentős emlékhelye? Tulajdonképpen Espersit János nevét viseli ez a ház. 1912-29-ig élt itt Espersit János a családjával, és hát ez az időszak meghatározó volt mind Makóváros életében, mind néhány költő és néhány művész életében. Espersit János Nagyszent Miklóson született, Vásárhelyen végezte a középiskoláit, majd a jogi egyetem elvégzése után Makón telepedett le. Nagyon megszerette ezt a kisvárost, és itt ügyvédkedett, illetve hát oly sok mindent tett, újságírással foglalkozott, politikával foglalkozott, művészetek támogatásával foglalkozott, tehát a közélet egyik meghatározó személyisége volt. És nem csak ő, hanem az ő kortársai. Könyves Kolonics Józsefet kell említenem, de Kessner Zoltánt, de Eperjesi Kálmánt. Én azt gondolom, hogy itt órák hosszan tudnék sorolni neveket, akik abban az időszakban itt Makón tevékenykedtek, éltek, dolgoztak, és ehhez a szellemiséghez, Espersit János szellemiségéhez csatlakoztak. Tulajdonképpen egy szellemi központtá vált. Én azt gondolom, hogy ő erre született, önkéntelenül is, mert nem volt ez oly tudatos. Ám bár a vásárhelyi évei alatt már Tornyai Jánossal, ugye a nagy festőművésszel tartja a kapcsolatot, tehát a művészetek nagyon hamar érdeklik. És ez az érdeklődés ez megmaradt számára, és ezeket a barátságokat ő ápolja, később majd Rudnai Gyulával kialakítja a barátságot, Juhász Gyulával, ugye, aki ide kerül a gimnáziumba tanárként, és hát itt ennél az asztalnál pihenik ki magát, illetve töltődik fel, és hát közel 50 verset ír ennél az asztalnál Juhász Gyula. De hát Móra Ferencet is említhetném, és hát nem utoljára akartam hagyni, de a legnagyobb költőnket, József Attila, aki 1920. október 1-én ideérkezik Makóra, és hát a sors Espersit János köré taszigálja, illetve sodorja, ami számunkra, illetve a költő számára is egy nagyon nagy szerencse volt. De meg kell említsem Móra Ferencet, ugye Diószilágyi Sámuel segítségével találkoznak, és hát a művészeti életet szervezik, rendezik. A Espersit János tulajdonképpen ebben az épületben élt, ez a könyvtár szobája, vagy a dolgozó szobája a fotók alapján, az eredeti fotók alapján pontosan így nézett ki. Tehát amikor 1979-ben ezt a kiállítást megrendezik Tóth Ferenc vezetésével, az akkori múzeum igazgató vezetésével, és megnyitja a kapuit, akkor tulajdonképpen visszalépünk Espersit korába, mert ezek a bútorok, a használati eszközök, a kerámiák, a festmények a falakon, az íróasztal, a könyvek a könyvespolcon, mind Espersit Jánosé volt, ezt majd később a Caca, a lányom Espersit Mária örökli, és hát az ajándékozza a múzeumunknak. Tulajdonképpen minden őt idézi, minden a 20-as, 30-as évek Makóját idézi, és azt a légkört, amikor nagyon-nagyon fontos volt a művészet. Nagyon érdekes, hogy egy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Túl vagyunk az első világháborún, spanyolnátha, Trianon megrázkodtatása, és mindezekből valószínű, hogy a művészetekbe menekülnek ezek az emberek. Egyébként azt tudjuk Espersit Jánosról, hogy
hogyha nem művészetek mecénása lesz, ezt Juhász Gyula írja róla, valószínű ő is költő lesz, mert hogy nagyon jó vénája volt. Egyébként újságszerkesztőként is nagyon sokáig dolgozott itt Makon, de fotózott is. Az első világháborúban, amikor katonának besorozzák, akkor fotó dokumentációt készít, és hál' Istennek ezek a fotók is itt vannak nálunk. József Attila emlék ház, Espersit János nevével fémjelezve, hiszen ő volt itt a tulajdonos, és ő volt, aki itt mindent mozgatott, de hát több teremben mutatjuk be ezt a korszakot, ami nem csak Espersitet mutatja be, hanem az akkor élt embereket, az akkor csanádvezér gimnázium tantestületét, fantasztikus elmék tanítottak már akkor is, Eperjesi Kálmán, aki később a Szegedi Egyetemnek a professzorává válik, már felismeri József Attila géniuszát, ezt a kort is, illetve hát ezt az intézményt is egy teremben bemutatjuk, de bemutatjuk Juhász Gyulát, hogy mennyire szeretett itt Makón, és hogy tényleg megpihenni, egy kicsit kikapcsolódni, és egy megnyugvás szigete volt számára Espersiték háza. Bemutatjuk Mórának a kapcsolódását Makóhoz, ugye Móra is egy kicsit makói, magunkénak tudjuk, szerette a városunkat, megpihent itt is, nagyon sokat időzött Diószilágyi Sámuel családjánál, nagyon erős szálak fűzték, de hát nagyon erős szálak fűzték a Hollosi Kornélia Színházhoz is, nagyon sok előadást, felolvasásokat tartottak, tehát mozgatták a kulturális művészeti életet, és hát mindezt ebben a kiállításban láthatóvá is tették az elődeink. Egy másik irodalomtörténész nevét is meg kell említsem, ugye Péter László kerül ide 1951-ben a múzeum élére, és ő már akkor nagyon fontossá is le is írja egy dokumentumba, hogy József Attilát még most fel kell gyűjteni, össze kell gyűjteni az emlékeit azoktól az emberektől, akik még élnek. Tehát másik ilyen nagy mozgatórugója a József Attila kultusz felkutatásának Péter László professzor volt, akire mi nagyon büszkék vagyunk, mert hogy egykori igazgatónk, de hogy az irodalom által, a József Attila által tovább is ide kapcsolódott a városunkhoz, a múzeumunkhoz, illetve hát nagyon sok írása jelent meg, Espersitről írt, József Attiláról, Juhász Gyuláról írt, és mindezeket a tanulmányokat, mindezeket a gyűjtéseket felhasználva rendezték meg 1979-ben ezt a kiállítást. Nagyon sok év eltelt, de azt kell, hogy mondjam, hogy a tartalma nagyon aktuális, és nagyon, nagyon magas színvonalú. De azért ugye mindig előre tekintünk, és hát mi, mint utódok és a kiállítások gondozói, illetve olyan felelősök, akiknek a későbbi koroknak is kell valami újat mutatni, szeretnénk ezt megújítani, ezt a kiállítást, felújítani a házat, elektromos hálózatot, nyilázárok cseréjével egy kicsit gépészetileg is felfrissíteni, és utána egy új kiállítást rendezni. József Attila egész Magyarországnak nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a magyar irodalomnak, sőt a világirodalomnak is nagyon fontos. 5 kiállító hely található Magyarországon, ebből csak a mi kiállító terünk nincs felújítva. Mindegyik már felújításra került. Én szeretem minden fórumon elmondani, hogy nagyon-nagyon ránk férne. Keressük a lehetőséget, a fenntartón keresi folyamatosan, és együtt gondolkodunk, együtt konzultálunk ezen, hogy honnan lehetne forrást szerezni erre a nagyobb beruházásra, mert tehát egy kiállítás megújítás, egy épület megújítás azért nagyobb anyagi hátteret igényel, de mindenképpen szeretnénk megtartani például ezt az enteriőrt, mert hogy tényleg azt a kort idézi, és ebbe a mai digitális touch-infós, meg nem tudom milyen pultos világban, én azt gondolom, hogy felüdítő sziget egy olyan múzeumba bejönni, ahol természetesen ezek a kütyük elrejtve megvannak, mert kell, nem kell ezeket eltiltani, vagy félretenni, de
hogy a hangulata, hogy ezek az enteriőrök megjelennek, hogy itt ülhetett József Attila, azon a széken ült Juhász Gyula, vagy itt ült Juhász Gyula, és hogy érezzük ezeknek a nagy szellemeknek a jelenlétét, én azt gondolom, hogy ezek talán már lehet, hogy ritkább kiállítások, ezek a hagyományos kiállítások, úgyhogy mindenképpen ilyen irányba szeretnénk megújulni, természetesen minden értéket megtartva, amik itt fotók vannak, szép másolatokat készíteni, illetve az eredeti kéziratokat teljesen megvédeni és másolatokként kiállítani a kiállításba. Ugye ebben is egyediek vagyunk, mert a legtöbb eredeti kézirat, és hát Tóth Ferenc, Halmágyi Pál, Péter László nevét kell itt említsem, akik ezen nagyon sokat dolgoztak, és az ő érdemük, hogy mi vagyunk az elsők a PIM után, mert azért a PIM-mel nem lehetett vetélkedni, a PIM után, akiknél a legtöbb ilyen eredeti kézirat van. Ugye ez a 3 év, amit itt töltött József Attila, nem oly hosszú, de mégis nagyon-nagyon meghatározó volt József Attila életében. És ezt a meghatározó 3 évet és azokat a személyiségeket, én azt gondolom, hogy nem elég szer mondjuk el. Nem elégszer látható makón, mondjuk egy-egy plakáton József Attila verse, amit Balog Jóskának ír, vagy nem elégszer olvassuk az elköszönő szelíd szavakat, vagy nem elégszer olvassuk a megfáradt embert, amit itt írtunk, vagy nem elégszer vesszük a kezünkbe a kizombori füzetet. Én azt gondolom, hogy az itt élőknek ez a mindennapjaikban, vagy a tudatában még jobban bele kell, hogy szőjük, vagy bele kell, hogy itassuk, hogy József Attila a miénk. Innen indult, itt indult, itt vált igazából költővé. És hát ezt próbáljuk a kiállításon, illetve ebben a házban ápolni és megmutatni. Már zárva volt az ajtaja az Espersit háznak, de megpróbáltátok a virtuális világban felnőtteknek és fiataloknak egyaránt megmutatni, hogy mitek van. Milyen visszajelzések érkeztek? Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretik, és nem csak a makóiak, hanem mondjuk a budapesti kollégák, vagy a szárszói kollégák is mindent átvettek. Nagyon szeretik, mert hogy olyanokhoz is eljut ezáltal a filmek által, videók, vagy éppen online játékok segítségével ezek az információk, vagy ezek a tárgyak, vagy ezek a személyiségek, olyanokhoz is, akik például nem tudnak Makóra ellátogatni, vagy messze laknak, vagy külföldön, vagy a távolság akadályozza őket. Tehát ez a virtuális tér azért sok mindenre jó, mert a visszajelzések alapján nem csak makóiak láttak bennünket. Mindenképpen ezt ilyen oktatási segédanyagként is kiajánlottuk a középiskoláknak, általános iskolásoknak. Azt gondolom, hogy a makóiak, akik itt érettségiznek Makón, az itt töltött József Attila éveiből tételeik is vannak, ám bár idén most nem lesz szóbeli, de hát ki tudja. Tehát kell, hogy tudjuk, és kell, hogy minden fiatal makón így induljon, hogy tudja, hogy József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Rudna és a többi sorolni, hogy ezek a nagy emberek innen indultak. És hát akkor már még nem is beszéltem a képzőművészeinkről, akik oly nagyon meghatározóak, vagy az építészeinkről, vagy éppen a feltalálóinkról. Tehát olyan sok szeglete van itt a történelmünknek, illetve az elmúlt évszázadok, évtizedek személyiségeinek, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk nekünk, hogy ezekről információt adjunk, vagy egy-egy új ismeretet, vagy legalábbis a nevét a köztudat megtanulja. Mi ezen vagyunk, hogy minél több és szélesebb körbe eljusson. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért a mai társalgunkba, de ne feledjék, jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!